nem okozott jelentősebb fennakadást a ceglédi kórház betegellátásában, hogy a központi műtőket ellátó egyik klímarendszer meghibásodott. Halasztható műtétek maradtak csak el, abból is alig néhány, mondta az országos hírekre reagálva megkeresésünkre a ceglédi kórház főigazgatója. Erről is beszámolunk mai híradónkban, de előtte nézzük további híreinket röviden. Végéhez közeledik a felújítás, már az aszfalt réteget terítették a Kender utcában. Prológus fiatal tehetségek mutatkoznak be az új kiállítóhelyen. És Ceglédről Párizsba amatőr sportoló az olimpián. A ceglédi televízió pénteki híradóját látják. Jó estét kívánok! Néhány műtétet kellett csak elhalasztani, és a sürgősségi betegellátás is zavartalan a ceglédi kórházban. Ezt mondta a ceglédi kórház főigazgatója megkeresésünkre. Dr. Pusztai Dezső azt is elmondta, a központi műtőket ellátó egyik klímarendszer meghibásodását most átmenetileg meg is tudták oldani a szakemberek. A 24.hu tette közzé elsőként a hírt, a ceglédi kórházban is meghibásodott az egyik klímarendszer, műtéteket kellett elhalasztani emiatt. A ceglédi Toldi Ferenc Kórház és Rendelőintézet kérdésükre megerősítette az információt, miszerint elromlott az egyik klíma az intézményben. A kórház igazgatója válaszában azt írta a lapnak, hogy a központi műtőt három külön klímarendszer látja el, és az egyik meghibásodása miatt néhány napon át magasabb volt az ehhez tartozó műtőhelyiségekben a hőmérséklet. A meghibásodást azonnal jelezték a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság felé. A kórházban műtétek átcsoportosításával, valamint a sebészet vonatkozásában a tervezett műtétek halasztásával oldották meg a problémát. Hozzátették, a szakemberek a hibajavítását megkezdték, és az érintett műtőhelyiségekben is ez előírt hőmérsékletet tudja a klímarendszer biztosítani. Ma délután megkerestük a kórház főigazgatóját, aki elmondta, a szakemberek valóban találtak átmeneti megoldást arra, hogy minden műtőben megfelelő legyen a hőmérséklet, működjön a klímarendszer. Néhány halasztható műtét maradt csak el, a sürgősségi ellátást pedig nem akadályozta a meghibásodás. A tervezetnél hamarabb készült el a Kender utca, a munkákkal már ma végeztek. A 300 méteres szakasz új burkolatot kapott, 5 centis kopóréteggel látta el a kivitelező. Már csak a patkazárás van hátra, amire a napokban sor kerül. Az utcában tavasszal a csapadékvíz elvezetést is rendezték, így teljes körűvé vált az utca felújítása. Ma délelőtt már csak apró munkák maradtak hátra. A Kender utcában végeztek a burkolat felújításával. Néhány napja számoltunk be róla, hogy elkezdődött a rossz minőségű aszfalt cseréje, és csak jövő héten lesz kész. A kivitelező azonban arról tájékoztatott, a tervezetnél hamarabb be tudták fejezni a felújítást. Ennek az az oka, hogy a fedlapokba nem volt szerkezeti károsodás, így kiemelő gyűrűkkel sikerült az adott szintre emelni, ami meggyorsította az újraaszfaltozást. A gyors befejezést a körzet önkormányzati képviselője is örömmel fogadta. A csatorna fedeleknek a rendbetétele, illetve a nyomvonalaknak a rendbetétele adta azt a lehetőséget, hogy előbb be tudták fejezni a munkálatot. Így az út most kapott egy 5 cm vastag kopóréteget, hát úgy látom, hogy nagyon szép, és remélem mindenki örül majd a használatnak. A gyönyörű kivitelben elkészült utcát már birtokba is vehetik az ott élők és az utcán közlekedők. Már csak a patkozárás maradt hátra, amit nem apró kavicssal végeznek majd, hanem homokkal, hiszen sok a szikkasztó ároka és a homokos patka mellett könnyebb lesz a füvet nyírni, tette hozzá a képviselő. Takácsné Győre Anett emlékeztetett, a vízelvezetés rendezése már korábban megtörtént az utcában, így teljes körűvé vált a felújítás. Tavasszal történt meg a csapadékvíz rendezése, az árkoknak a profilozása történt meg, és a teljes átmosatása. Ott ugye egyik irányba folyik a csapadékvíz javarész, tehát egy irányba lejt, és az útnak a patka rendezése, ami majd most nyilván az új úttal ismételten rendeződni fog, tehát úgy mondhatjuk, hogy most már ez az utca teljes karbantartást kapott. A képviselő az újraaszfaltozás alatti 40 fokos hőséggel és a kánikus
Drákulában dolgozókkal kapcsolatban is beszélt stábunknak. A Facebookon ugyanis sok bejegyzést lehetett olvasni arról, hogy szaharai forróságban dolgoztatják az útépítőket. Sajnos, akik ilyen munkahelyen vannak, hogy a természetbe kell dolgozni, elég kegyetlen az időjárás, de itt is, mint más vállalkozás esetében én biztos vagyok, de ez esetben kimondottan biztos vagyok, hogy minden munkaköré előírás betartottak, tehát megkapták az emberek a megfelelő pihenőidőt és védőitat, és ezúton is szeretném megköszönni a vállalkozónak, hogy ilyen szinten helytállt, és hát ilyen minőségi munkát hagyott maga után. Hideg ásványvízzel várta a piacra érkezőket ma délelőtt a Településfejlesztési Szövetség elnöke, családja és az önkéntesek. Szebeni Dávid úgy gondolta, ha elég néhány ezer forintos ráfordítás, idő és akarat, miért is ne várnák vízzel a hőségben is úton lévőket. Ráadásul azok az önkéntesek, akik csatlakoztak hozzá, úgynevezett ceglappontokat is gyűjthettek. Hideg ásványvíz várta ma délelőtt a piacra érkezőket. Most azonban félig civil kezdeményezésként lehetett hűsítőhöz jutni. Civil, hiszen Szebeni Dávid ötlete nyomán várt a víz az arra járókat, de a Településfejlesztési Szövetség nevében kínálta a frissítő italokat. Arra gondoltam itt a tegnapi napon, hogy járkáltam a városban, hogy 35 fok van, az aszfalton még melegebb, és biztos jól esne az embereknek egy kis hideg víz, úgyhogy itt összefogva a családdal és egy-két önkéntessel a Településfejlesztési Szövetség kijött egy kis vizet osztani. Úgyhogy ezért vagyunk most itt, behűtött víz, szénsavas, mentes. Köszönjük itt a piacnál a sarkon lévő banknak, aki megengedte, hogy rápakolhassunk a párkányukra, úgyhogy egy kis összefogással osztjuk ma délelőtt a vizet itt a piacon Cegléden. A fogadtatás pedig meglepően jó volt, mondta Szebeni Dávid, sőt, nagyon jó. Nagyon sokan fogadták el a frissítőt, és többen néhány mondatra meg is álltak beszélgetni, és persze köszönetet mondani. E valóban friss és megfelelően hűvös vízért. Jó érzés, ahogy az emberek azt mondják, itt főleg az idősebbek, hogy jaj, de jó hideg, de jó volt már. Volt olyan hölgy is, aki azt mondta, hogy a MÁV példát vehetne rólunk, mert hogy tényleg egyébként nem nagyon van vízosztás az állomásokon, ezt azért tapasztaljuk. Most is mi, akik mondjuk minden nap ingázunk. Szebeni Dávid korábban felhívást is közzétett közösségi oldalán, várta ugyanis az önkéntesek jelentkezését. Például olyanokét, mint Martin, aki pont akkor érkezett meg, amikor a vízosztásról készítettük a képeket. Ja, kívánok, kis Martin. Az önkénteskedésért egyébként ceglappontot is kaphattak a jelentkezők. A Ceglédi Önkéntes Platform rövid nevén a Ceglap programban a fiatalokat szeretnék ösztönözni, hogy tegyenek a közösségért, a városért. A 16 és 23 év közöttiek önkéntes munkájukért cserébe jutalompontokat kapnak, melyeket helyi vállalkozásoknál tudnak beváltani, komoly kedvezményeket kapva a szolgáltatások árából. És most Martin tehát kipróbálhatta, milyen is segíteni. Szebeni Dávid elmondta, az, hogy lesz a folytatása a vízosztásnak, nem pénzkérdés. Néhány ezer forintos befektetéssel már nagyon sokakat tudnak megkínálni egy pohár frissítővel. Inkább a szabadidő az, ami meghatározza. De a tervek szerint a nyár folyamán lesz még hasonló vízosztó akció. Az is lehet, hogy nem a piacnál, hanem a város egy másik pontján. Fiatal tehetségek alkotásainak bemutatásával nyílt meg a Gubodi utcában a város új kiállítóhelyisége és alkotóműhelye. A Ceglédi Alkotók Egyesületének képzőművészeti szekciója több mint 30 tagot számlál, közülük tegnap délután nyílt tárlaton öten mutatják meg szép és különleges alkotásaikat. Prológus, ez a címe a város új kiállítóhelyén nyílt tárlatnak. A Gubodi utcában található helyiséget az önkormányzat hozzájárulásával szorgos kezek tették rendbe néhány hét alatt, és tegnap délután már fel is avatták. A teremben mindenhol a Ceglédi Alkotók Egyesülete képzőművészeti szekciójának alkotásai láthatók. Többek között gyönyörű és különleges fotók, grafikák és padlóvázák. Ahogyan a tárlat címe is jelzi, prológus, vagyis kezdet, de ennél mélyebb mondani valója is van, fogalmazott Újházi György. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a megnyitó most valamilyen szinten egy beteljesülés. Ennek a szónak is nagyon sok jelentése van, akár a klerikális oldalról, akár a hétköznapok oldaláról közelítjük meg, és ez a beteljesülés, ez tulajdonképpen most elindult, illetve megvan, és a folytatásról kell majd sokat beszélnünk, és a folytatással kapcsolatosan nagyon sok szép dolgot
fogunk majd beszélni, és remélhetőleg a közönség is élvezni fogja ezeket a dolgokat. A kiállításon Bezzeg Lilla, Csukás Réka, Bíró Zoltán, Csányi Anna és Orosz Fanni alkotásai láthatók. A képzőművészeti szekció mintegy 30 tagot számlál. Minden fiatal, tehetséges, szorgalmas, alázatos. Alkotásaik mély érzelmekről, szárnyaló fantáziáról és kreativitásról árulkodnak. Meg szeretnék mutatni azokat a belső világokat, amik belőlük kijönnek egy-egy munka kapcsán. Újházi György köszönetet mondott a város képviselőtestületének, amiért hozzájárult, hogy a Gubodi utcában mostantól kiállítóhely és alkotóműhely szolgálhassa a fiatal ceglédi tehetségeket. És minden segítőnek is háláját fejezte ki, aki hozzájárult, hogy méltó környezetben állíthassák ki az alkotásokat. A mostani kiállítás augusztus 1-ig látogatható, de természetesen lesznek újabbak tárlatvezetéssel. Búcsúzik a CKKS-től Nagy Károly, a ceglédi kézilabdasport évtizedek óta meghatározó alakja, aki játékosként és edzőként is a legmagasabb szintet képviselte. Nagy Károlynak a sportéletben nyújtott kiemelkedő munkássága elismeréseként ítélte oda 2023-ban a Ceglédváros sportjáért szakmai kitüntetést. Nagy Károly versenyzőként NB1-es és NB1-B-s csapatokat erősített. A csapat az NB1-ben az 5. helyen végzett. A Magyar Kupában a 3. helyet szerezte meg. Versenyzői és eddigi edzői pályafutása alatt 27 évet dolgozott ceglédi színekben, ami minden szinten egyedülálló. Nagy Károly 1975-ben került be a közgép NB2-es kézilabda csapatába és az országos ifjúsági válogatottba. Néhány év múlva már NB1-B-s és NB1-es klubokban játszott. 1982 és 88 között a ceglédi közgép NB1-B-s csapatának játékosa, és 1998 és 90 között utánpótlás edzője is volt, majd 1998-ig Szolnokon utánpótlás edzőként és az NB1-es csapat vezető edzőjeként dolgozott. 1992-ben az Országos Testnevelési és Sporthivatal kiváló utánpótlás nevelő edző díjat tüntette ki. 1995-ben szerzett diplomát a Testnevelési Egyetemen. 1998 és 2003 között ismét vezetőedzője volt a ceglédi NB1-es csapatnak. 2002-ben munkáját Pest megye legjobb edzője díjjal ismerték el. 2003-tól 2013-ig különböző NB1-es csapatok vezetőedzője volt. 2007-ben az utánpótlás nevelési stratégiát szolgáló Héraklész program keretében a legjobb férfi edző díjjal tüntették ki. Számtalan válogatott kézilabda játékos került ki a kezei alól. Ceglédváros önkormányzatának képviselőtestülete Nagy Károlynak a sportéletben nyújtott kiemelkedő munkássága elismeréseként ítélte oda 2023-ban a Ceglédváros sportjáért szakmai kitüntetést. Ahogy egyesülete fogalmaz, mindezeken túl Nagy Károly ceglédi öröksége túlmutat a kézilabda sikerein. Egyéniségével, karizmatikus megszólalásaival mindig is több volt és lesz is, mint a nagy átlag. A klub nevében köszönik a munkáját, és így zárják, Nagy Károly a szívekben mindig is örök ceglédi vezetőedző marad. Az olimpiai játékok történetében először amatőr futók is lefuthatják a maratont ott a hivatalos verseny helyszínén. Ehhez egy több éven át tartó kihívást kellett teljesíteniük a jelentkezőknek, és közülük sem mindenki nyert lehetőséget arra, hogy a versenyen részt vegyen. A kiválasztottak között van egy ceglédi futó is, Gyarmati Zsolt is rajtoz el majd Párizsban augusztus 10-én este 9 órakor. Hajnali futás a Gerje partján. Ez egyébként is mindennapos Gyarmati Zsolt életében, de egy ideje már komoly edzés is ez. Egyike ugyanis azon szerencséseknek, aki az olimpiai játékok történetében először megrendezendő, amatőrfutóknak szóló maratonon vehet részt Párizsban. Persze a szerencse a sorsoláshoz kellett, hogy ott legyen a neve, ahhoz már nagyon nagy teljesítmény, több ezer kilométer. 3 évvel ezelőtt az olimpia szervezői indítottak egy alkalmazást, amiben lehetett gyűjteni pontokat futással, és én is elértem ezt a pontszámot, sorsoláson vettem részt, és én is a 20 000 egyik szerencsése vagyok, akik részt vehetnek ezen a 42 kilométeres futáson az olimpián Párizsban. Maraton futni nem egyszerű, 42 kilométer az egy hosszú táv, úgyhogy rituálém nincsen, a családom ott lesz velem, szurkolnak nekem, remélem, hogy sikerülni fog.
Zsolt életének már 20 éve fontos része a futás, a Ceglédi Fotóklub tagjaival is rendszeresen rója a köröket, a versenyre készülve főként hajnalban. Sőt, a hőségre tekintettel mindig hajnalban, hetente akár 3-4 alkalommal is. A legtöbbször a Gerjepart a helyszín mostanában, de egyre jobbak a feltételek a városban, ezért is biztat mindenkit arra, kövesse példájukat. Igazából ugye az elmúlt években új futópályák alakultak Cegléden, ugye kint a Budai úton, Cévese pályával szemben, tehát lehetőség van futni rendszeresen. Nagyon jó futócsapat van Cegléden, úgyhogy mindenkit biztatok, hogy csatlakozzanak hozzánk. A Várossport koordinátora is azt reméli, minden ilyen vagy hasonló példa is hozzájárul ahhoz, hogy egyre többen mozogjanak, sportoljanak. Szerencsére azért már kezd látszani a lakossági sportesemények. Azok sok esetben ingyenessé tételének eredménye. Alakulgat, de én azt gondolom, hogy ilyen rövid távon azért ezt még nem lehet teljesen mérni, tehát ez mindenképpen, főleg a Sportövelünk Cegléd projekt, az egy hosszabb történet, amikor ez majd mérhető lesz, hiszen az óvodás gyerekeknél kezdjük el. Lehet ezt még majd esetlegesen pontosabban is mérni egyébként, tehát van a fejemben ezzel kapcsolatos mérési lehetőség, de ez hosszabb távú lesz, de az látszik, hogy van mozgolódás, hiszen én folyamatosan tartom a kapcsolatot ugye a sportegyesületekkel is, a vállalkozásokkal, sportvállalkozásokkal is, és azért van mozgolódás. És a remények szerint egyre többen használják majd a futópályákat is, amelyeket Gyarmati Zsolt hamarosan néhány napra el fog hagyni, hiszen elutazik Párizsba. Az elmúlt hónapokban egyébként a párizsi amatőröknek szóló maratonra összesen 20.024 rajtjelet osztottak ki. Ez az első alkalom tehát, hogy az olimpiai játékok zászlós hajóversenyét a nagy közönség számára is hozzáférhetővé tették. A maraton a Hotel de Ville-től indul, és az invalidusok sétányán ér majd véget. Augusztus 10-én este 9 órakor rajtolnak majd el a futók, köztük a ceglédi Gyarmati Zsolt is. Tartsanak velünk a híradó után, és hiszen kezdődik a háttér, melyben három igazán különleges kisfilmet láthatnak. A Ceglédi Televízió várossáválásunk 660. évfordulója alkalmából hirdetett fotó- és videópályázatot, három díjazott alkotást láthatnak mai adásunkban. Friss hírekkel pedig legközelebb hétfőn jelentkezünk, addig is további szép estét, nagyon szép hétvégét, jó pihenést, viszontlátásra!